A Dunaparti tagóvodában rendszeresek a kutyás foglalkozások a Dunadog Center négylábúinak és szakembereinek jóvoltából. Nem meglepő módon az itteni Mikulás ünnepségen is szerepet kaptak az állatok, no meg persze a télapó is, akit már-már hagyományosan Barta Endre alpolgármester személyesített meg. A Dunaparti tagóvodában heti rendszerességgel jár a Dunadog Center, és ugye ilyen kis kutyaterápiás foglalkozásokat tartanak a kicsiknek, és ez egy ilyen alkalom, amikor egy évben egyszer, ugye a Mikulás nem rénszarvasokkal, hanem kutyákkal érkezik. Megmondom őszintén, ez már tavaly is számomra is egy nagyon különleges élmény volt, és nagyon vártam ezt idén is. Egy kicsit én is újra, talán még gyereknek is érzem magam, és tényleg jó látni a kicsik arcán azt az örömöt. Hát sajnos, hogyha, bár ha most pont kinézünk az ablakon, akkor egy minimális hó már van, de nyilván az lenne az igazi, ha ilyenkor már ropogna a lábunk alatt a kis fehér hó. A Mikulás látogatás azonban nem csak az ajándékozásról szól, rendszeresek a beszélgetések, kívánságok felsorolása, és néha egy-egy humoros gondolat vagy mondat is elhangzik, amely még a télapót is képes kizökkenteni. Azt szoktam mondani, hogy nincs viccesebb, mint egy jó beszélgetős kisgyerek, és valóban voltak egész érdekes mondatok, de hát ettől szép ez az egész, hogy még én is kerülhetek olyan helyzetbe, hogy csak tátom a számot. Természetesen nagyon szeretem, amikor oda jönnek hozzám, énekelnek, mondanak egy mondókát, vagy éppen csak elmondják a kívánságaikat, de hát ez tényleg erről szól, úgyhogy tényleg az egész félénktől a legbátrabb kisgyerekekig mindenkivel örömmel lehet találkozni. Mint már említettük, szerepet kaptak a kutyusok is az ünnepségen. Ők voltak a télapó rénszarvasai, akiket persze lehetett simogatni is. Célunk az, hogy egy kicsi változatosságot vigyünk a gyerekek mindennapjaiba, ezért Barta Endre úrral karöltve úgy döntöttünk, hogy idén is együtt érkezik vele a Mikulás, és a kutyák lesznek a rénszarvasai, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek ismét fogják élvezni ezeket a foglalkozásokat. Játszhatnak-e ilyenkor a kutyusokkal a gyerekek? Mit szoktak csinálni? Hát alapvetően, mivel rengeteg gyerekről van ilyenkor szó, inkább a simogatás, az öröm, a mindenféle ilyen kifejeződés az elsődleges, nem feltétlenül játszunk, hanem énekelünk, tényleg simogatják a kutyákat, és akkor együtt bevonulunk a tornaterembe. Nem lehet elvitatni, hogy a kutyák jelenléte mennyit számít a gyerekeknek a mindennapokban, az meg már csak hab a tortán, ha ehhez hasonló rendezvényeken is szerepet tudnak vállalni.